Jövőre egy január 1-e után vásárolt termékekre nagyon fontos változások lépnek életbe. A jótalási szabályok hétköznapi néven sokan garancia néven szokták ezt emlegetni. Egyrészt hogy a fogyasztói jogok erősítése miatt van rá szükség, és a fogyasztó kiszolgáltatottságát fogja ez jelentősen csökkenteni, valamint fenntarthatósági célokat is remélünk tőle, mivel ezáltal próbálják ösztönözni a gyártókat, hogy tartósabb fogyasztási cikkeket gyártsanak. Az eddig szabályzás szerint egy év jótállás vonatkozott minden termékre, ez most sávosan emelkedni fog, 10-től 100 000 forintig megmarad az egy év, 100-től 250 000 forint között emelkedik két évre, 250 000 forint fölött pedig három év jótállás lesz január 1-től. Ezért jelentős változás, hogyha belegondolunk, valaki nagyobb értékű háztartási gépet vagy akár mobiltelefont vásárolt 260 000 forintért eddig egy év volt rá, most már három év, tehát ez megháromszorozódik a rá vonatkozó jótállás. Sokan tapasztalhatták azt, hogy ugye valakinek meghibásodott a készüléke, akkor beadta a javításra, átvették, elteltek hetek, akár hónapok is, és szigorítások lépnek életbe. Az eddigi szabályzás azt mondta, hogy törekedni kell a 15 napra, ez megmarad, viszont hogyha 15 napon belül nem sikerült kijavítani, akkor értesítést kell küldeni a vásárlónak, fogyasztónak, hogy ez miért nem történt meg, és ha 30 napig sem sikerül a javítást befejezni, akkor egy 8 napon belül csere, vagy nem tudják már cserélni, akkor a pénzt vissza kell adni. Abban is változás lesz, hogyha már az első javítás alkalmával megállapítható, hogy nem javítható a termék, akkor szintén 8 napon belül csere vagy pénz visszafizetés kell, hogy következzen. Eddigi problémánk volt, és sokan fordultak hozzánk, hogy már többször javították a készülékét, mit csináljon. Eddig erre sem volt egy konkrét szabályzás, hogy hány javítást kell tűrni, úgymond egy fogyasztónak, vásárlónak. A harmadik javítás után már nem vagyunk kötelesek javítani újra a terméket, tehát szintén kérhetünk cserét, ha nem tudják cserélni, akkor pedig a pénzünket vissza kell, hogy kapjuk.